Nem nyílott ki mégsem álmaim virága, elhagyott az álmom, szívem újra árvol. Hölgyeim és uraim, Salgótarján megyei jogú város önkormányzata, valamint a rendezvény szervezői, a Salgótarjáni Rendezvény és Média Központ és a Balassi Bálint megyei könyvtár nevében nagy szeretettel köszöntöm őket. A Magyar Költészet Napja alkalmából rendezett idei vers túránkon, rendhagyó módon itt Madács Imre szobránál. A ma délelőtt nyitányaként a Salgótarjáni Madács Imre gimnázium diákjainak előadásában hallhatták Madács Imre Vigadjunk című versét. A Magyar Költészet Napját 1964 óta ünnepeljük, minden évben április 11-én az egyik legnagyobb magyar költő József Attila születésnapján. Mint az látható itt önök között, a múlt héten egy szépítő akció keretében a Salgótarjáni Rendezvény és Média Központ, a Balassi Bálint megyei könyvtár, a Városgazdálkodási Kft. És a Kistarján Egyesület együttműködésével megújult ez a város egyik legszebb kis köztere. Elhelyezésre került a könyvtár jóvoltából egy olvasópad, ahol reméljük, hogy mindenki szívesen fogja lapozgatni a kis szekrénykében látható könyveket. Megújultak a padok, kihelyeztünk virágokat és egy hulladéktárolót is. Mint már említettem, az idei Salgótarjáni rendezvény rendhagyóan Madách Imre szobránál kezdődik. A Madách Imre gimnázium diákjainak közreműködésével. Ennek az az oka, hogy 2023-ban a Magyar Országgyűlés arról határozott, hogy az idei évet Madách emlékévvé nyilvánítja. Ennek apropóján itt van ma velünk Becsó Zsolt úr, országgyűlési képviselő, aki a javaslatot az országgyűlés elé terjesztette. Most tisztelettel felkérem képviselő urat, hogy ossza meg velünk a gondolatait. Tisztelt hölgyeim és uraim, költészetre nyitott, szépre, jóra, igazra fogékony barátaim. Tavasz van, gyönyörű, jó trikkant az ég. Mit beszélsz, korai? Nem volt itt sose tél. Pattancs ki a szíved, elő a rügyekkel, a mi tüdőnkből száll ki a tavaszi szél. Írt 1924-ben József Attila. Bármilyen legyen is az aktuális kedve a szeszélyes áprilisnak, egy állandóság tetten érhető benne. 11-én van a költészet napja. A költészet napja, melyet évről évre körbe sétál a tavasz legnagyobb ünnepe, a húsvét. A húsvét mozgó ünnep. Idén nagyon megközelítette a költészet napját, szinte összeért vele. Talán van is bennük valami közös, mégpedig a lényeg, a feltámadás. Hogy Jézus Urunk feltámadt húsvét vasárnapján, szinte ugyanúgy támadt fel a költészet is évről évre. A mi léránk háborúban és békében, bőségben és ínségben mindúttalan megújul, újjászületik, feltámad. És mi érzékenyek vagyunk erre a feltámadásra is. Tudjuk jól, hogy hosszú évszázadokon át, talán Balassitól kezdve, költőink, íróink voltak valódi útjelzőink, követendő példaképeink, nemzetünk sorsának irányítói, felelősei. Április 11-e József Attila születésnapja. 1964 óta ünnepeljük a napot a költészet napjaként. Rennyél lévő, hogy nem pusztán József Attilát önmagában, hanem a költészetet. Az emberi lét egyik legmagasabb lelki attribútumát ünnepeljük. Hiszen volt születésnapja 200 éves Petőfinek és Madácsnak is, Aranynak, Adinak, Éjésnek, Kányádinak, és sorolhatnánk a nagy magyar költőket napestig, hiszen az egyfőre eső költők, írók számát tekintve mindenkor az élbolyba volt hazánk, a nemzetek nagy közösségében. 1964 óta a költészet napján országszerte előadó estek, könyvbemutatók, költőtalálkozók, diákversenyek sorjáznak. Büszke vagyok rá, hogy városunkban rendhagyó módon szobor látogató sétával is emlékeznek. Emlékezünk itt a Madách Imre emlékév részeként, Nógrád vármegye és a magyar nemzet legnagyobb drámaírójának szobránál, és csak csendben jegyzem meg, hogy Madách azért költő is volt. Emlékezünk Balázs Jánosnál megállva az ösztönös költőfestő zsenire, aki bebizonyította, két elemével is igazolható a mondás, miszerint a valódi tehetség bármilyen körülmények között is utat talál magának. És megállunk Radnotinál, a mártír költőnél, aki a halál árnyékában sem önmagát csiratta, hanem az emberiség jövőjét féltette, és adott verseivel páratlan lírai kordokumentumokat hagyott az utókorra.
aztán elzarándokolunk József Attila domborművéhez, és gondolatban elátkozzuk azt a szárszói vonatot, hogy miért nem siklott ki korábban. És a műalkotások felkeresése közben örvendünk, hogy van, illetve volt nekünk Varga Imre, Szabó Tamás, Kőpár nevű szobrászunk. Így alkotásaikon keresztül nap mint nap találkozhatunk a fent említett költőkkel. Itt a Madás szobornál hadd emlékeztessek arra, hogy van nekünk nógrádiaknak a tragédia szerzője mellett másik drámaírónk is, Marsalkó Zsolt. Ő éppen a költészet napja után egy nappal született, 1962. április 12-én itt a városunkban. Milyen veszteség, hogy ez a költőíró, zenetörténész, pedagógus már 2008 óta nincs közöttünk. Ő volt a rebbenő madár. A Földi Péter rajzéval illusztrált szonett kötete viseli ezt a címet. Értelmetlen szörnyű veszteségeink között kell megemlítenünk Ravasz István költőt is, aki 18 évesen küldött a túlvilágra az 56. december 8-ai gyilkos sortűz. Szilent leges interárma. Azaz háborúban hallgatnak a múzsák, vagy háborúban szünetelnek a törvények, állította Cicero Pro Milloner című beszédében. Mi így bő 2000 év táblatából üzenjük, hogy ebben az egyben még ő is tévedett. Legalábbis a magyar múzsák egyáltalán nem hallgatnak a háborúk idején. Tessék olvasni több Balasit, Petőfit, Gyóni Gézát, Gérec Attilát, vagy éppen a kárpátaljai költőfejedelmet, Vári Fábián Lászlót. Vári Fábián most a szemtanú hitelességével szedi versbe a szomszédban zajló háború és magyar üldözés borzalmait. És ha már határon túli magyarul szólok, hadd említsem örömmel, hogy a költészet napja az egész Kárpát-medencében, de még a diaszpórában is ünnep. Azt hiszem nekünk a költészet talán fontosabb, mint a legtöbb népnek. Valószínűleg lelki alkat kérdése. Na meg a történelemé. Meggyőződésem, hogy addig lesz magyar nemzet, még lesznek költőink, és mi olvassuk műveiket. Bízom a fiatalokban, bízom a jövőben. Emelkedett ünnepet kívánok. Köszöntöm Önöket verstúránk harmadik állomásán, Radnóti Miklós szobránál. Radnóti Miklós költészetének alapélményét és a leginkább termékenynek látszó magyarázó elvét tragikus sorsa ellenére mégsem annyira a halálfélelmekben, mint inkább az óhajtott szabadság és a jelen való rabság kettősségének átélésébe kereshetjük. Szabad szerettem volna lenni mindig, s őrök kísértek végig az úton, írja a negyedik eklógában. Radnóti Miklós versét Sándor Zoltán, Balassi díjas előadó művész előadásában hallhatják. Radnóti Miklós sem emlék, sem varázslat. Eddig úgy ült szívemben a sok rejtett harag, mint alma magházában a néger barna mag. És tudtam, hogy egy angyal kísér, kezében kardval, mögöttem jár, vigyáz rám, és megvéd, ha kell a bajban. De aki egyszer egy vadhajnalon arra ébredt, hogy minden összeomlott, és elindul, mint kísértet, kisholgját elhagyja sóformán mesztelen, annak szép, könnyű léptű szívében megterem az érett és tűnődő kevés szavú alázat. Az másról szól halázat, nem önnön érdekéről. Az már egy messze fényrő, szabad jövő felé tör. Semmém se volt, s nem is lesz én már sosem nekem. Merengj el hát egy percre gazdag életem. Szívemben nincs harag már, bosszú nem érdekel. A világ újraépül, s bár tiltják énekem, az új falak tövében felhangzik majd szavam. Magamban élem át már mindazt, mi hátra van. Nem nézek vissza többé, s tudom. Nem véd meg engem sem emlék, sem varázslat. Baljós a menny felettem. Ha megpillansz, barátom, fordulj el és legyincs, hol azelőtt az angyal állt a karddal, talán most senki sem. Hölgyeim és uraim, verstúránk utolsó állomása József Attila, domborművész a József Attila Művészeti Központban. Tisztelettel felkérem Fekete Zsolt urat, Salgótarján megyei polgármesterét, hogy hozza meg velünk a költészet.
Nem szükséges, hogy én írjak verset. De úgy látszik szükséges, hogy vers írassék. Különben meggördülne a világ gyémánt tengelye. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt verszerető közönség! Salgótarján megyei jogúváros önkormányzata nevében sok szeretettel köszöntöm Önöket a költészetnapi ünnepségünk alkalmából. Közel 6 évtizede a bevezető sorok írójának, József Attilának a születésnapján tartjuk a Szép Szó ünnepét. Az irodalom, a kultúra életünk elidegeníthetetlen része. A szavak mágikus hatalma nélkül nem lennénk emberek. Szükség van a napi betevő betűre, és szükség van az ünnepekre. Arra, hogy újra és újra rácsodálkozhassunk az örök értékekre. Az idei esztendőben az értékőrzés jegyében és a magyar irodalomtörténet vonatkozásában 3 bicentenáriumot ünnepelünk. 2 évszázaddal ezelőtt fejezte be nemzeti himnuszunkat Kölcsey Ferenc. Ugyancsak 200 éve született a 19. századi magyar drámaírás kiemelkedő irodalmi alkotója Madách Imre, és a talán legismertebb és legnépszerűbb költőnk Petőfi Sándor. Nem véletlen, hogy Csalgótarjáni kultúra egyik központja, ahol most összegyűlünk a költészetnapi napját ünnepelni, éppen József Attila nevét viseli. Noha a költőnek az életrajzi adatok szerint nem volt köze Csalgótarjánhoz, az 1960-as években a névadó és a város közössége úgy gondolta, hogy a névválasztás időtálló lesz. Hiszen a költő életműve, melynek a központi motívumai az egyén és a közösség viszonya, boldogság keresése és a szabadságvágy, mindig időszerű kérdések maradnak. József Attila ezáltal közöttünk és bennünk salgótarjániakban is tovább él. A költészet, a rímek, a művész ilyen csiszolt gondolatok mindannyiunkra másként hathat. Az idő persze mindenkit, és minden költői, írói életművet túlhalad. Ám rostáján nem hullanak ki azok, akik alkotásaikban megtalálták forma és a tartalom összhangját. Akik hozzáadtak valami újat az egyetemes művészethez. József Attila költészete ilyen. Bizonyíték erre az, hogy ma is hatással van a kései pályatársaira. A versek olyan élményt nyújtanak, ami meghatározó lehet egész életünkön keresztül, és segítenek eligazodni az érzelmek és a világ dolgaiban. Ezért is szeretném folytatni ezt a hagyományt, hogy jó magam is versmondással tisztelgek a magyar költészet napja előtt. József Attila 1932-ben írott költeményét választottam erre az alkalomra, amely egy jól ismert formára, a balladára épül. És majd engedjék meg, hogy ezt a verset az édesapámtól örökölt József Attila kötetből mondjam el. Fogadják sok szeretettel. József Attila, haszon. Dagasz gázlágnál kenyeret, vagy éges lukas vörös téglát. Törje kapa a tenyered, áruld magad, amíg leng a szoknyád. Feküdj hanyat és deszkál zaknát, cipelj zsákot a piacon, tanulj, vagy ne tanulj ki szakmát. Itt állsz, és ott tudod, haszon. Öblíts benzinben sejmeket, szedd gugolva a vöröshagymát, őj kecskét, amely rád mekeg, jól szabj, hogy álljon jól a nadrág, csak rajta, mikor abba hagynád, kirúgnak, s mit nyerhetsz azon? Koldulsz,
betörsz, a rend lecsap rád. Itt állsz, és ott ül a haszon. Kölcsír epedő verseket, pácolj prágai módra sonkát, gyűjts gyógynövényeket, fejts kőszenet, vezess könyvet, s rejtsd el a titkát, viselj aranyzsinóros sapkát, éj, Párizsban vagy, szatymazon, mire a béret kikapnád? Itt állsz, és ott ül a haszon. Attila, folytatnám, de unnád, tudom, hogy nem élsz lazacon. Vagy témfelegsz, vagy adnak munkát, és itt állsz, és ott ül.